Jelenések könyve, 19. fejezet. Ezek után hallottam, hogy sok ember nagy hanggal kiáltotta a mennyben: Hallelujah! Az üdvösség, dicsőség, tisztelet és erő Istenünké, mert valóságosak és igazságosak ítéletei, mert megítélte a nagy szalját, aki szajhálkodásával megrontotta a földet, és megtorolta rajta szolgái vérét. Kiáltottak másodszor is: Hallelujah! Füstje felszáll örökké. 24 papi fejedelem és a 4 szellemi lény leborult, és így imádták a trónuson ülő Istent: Amen! Hallelujah! Hang tört elő a trónusból: Dicsérjétek Urunkat, minden szolgája, mind aki féli, kicsik és nagyok! Hallottam, mint nagy tömeg, sok víz, hatalmas mennydörgések hangját: Hallelujah! A mindenható Úristen uralkodik! Örüljünk és újongjunk, adjunk dicsőséget neki! Mert eljött a bárány mennyegzője, és asszonya elkészítette magát. Az asszony pedig finom, tiszta és fénylő gyolcs ruhát kapott. Ez a gyolcs ruha pedig a megigazult szentek igaz cselekedeté. Az angyal ezt mondta: Írd le, boldogok, akiket meghívtak a bárány mennyegzőjének lakomára. Ezt is mondta: Ezek Isten igaz tanítása. Lábához estem, hogy imádjam őt. De ő azt mondta: Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és a testvéreidé, akiknél Jézus tanúságtétel van. Csak Isten imád. Jézus tanúságtétele pedig a prófétaság szellem. Újra látta. Megnyílt a menny, és íme egy fehér ló. Aki azon ült, úgy hívták: hűséges és igaz. Igazságosan ítél és küzd. Szemei, mint a tűz lángja. Fején sok korona. Írott neve volt, amit rajta kívül senki sem tudott. Vérbe mártott ruha volt rajta, és így hívták: Isten igéje. Mennyei seregek követték fehér lovakot, fehér és tiszta gyolcsban. Szájából éles pallós jön ki, azzal sújt a nemzetekre. Vas jogarral legelteti őket, és tapossa a mindeneken uralkodó Isten indulatos haragjának borsajtóját. Ruháján és combján egy írott név: Királyok királya és uraknak. Egy angyal állt a napban. Hangosan kiáltott minden madárnak, amely az ég delelőjén repül: Gyertek, gyűjjetek össze a nagyisten vacsorájára. Egyétek királyok, hadvezérek, hősök, lovak és lovasok húsát, minden szabadét és szolgáit, kicsit és nagyit. Láttam, a ragadozó, a föld királyai és seregeik összegyűltek, hogy harcoljanak a lovon ülő és seregei ellen. Elfogták a fenevadot, és vele együtt a hamis prófétát, aki a csodajeleket tette, amelyekkel becsapta azokat, akik megkapták, felvették a ragadozó bélyegét, és azokat, akik imádták a képmását. Mindkettőt elevenen dobták a kénnel égő tűznek tavába. Többieket pedig megölte a lovon ülő szájából kijövő kard, és a madarak mind jól laktak a húsuk.